Ha most megkérdeznék önöket, hogy mi volt minden idők legnépszerűbb magyar filmje, szerintem sokan rávágnák, hogy a közelmúltban forgatott, méltán közönség kedvenc Kincsemet látták a legtöbben, pedig nem. A legtöbb nézője Várkonyi Egri Csillagok filmjének volt, minden magyar legalább kétszer látta a moziban, brutális. Persze másképpen néztünk akkor filmeket, meg olcsóbb is volt, egy négytagú család per egyszer együtt kijött 20 forintból, ma ugyanez pattogatott kukoricával 8-10 ezer forint. De bocsánat, elkalandoztam, pont 50 éve kezdődött az Egri Csillagok forgatása, Dézsi Zoli kollégám pedig előásott egy olyan részletet a film verkéből, amit eddig önök egészen biztosan nem láttak még. Elvtársak, imára föl! Könyvben, filmben, élmény. Egri Csillagok. Gárdonyi Géza regényének színes, szélesvásznú, kétrészes, monumentális filmváltozata. Ilyen egyszerű szövegekkel hirdették 1968-ban az Egri Csillagokat, de ennyi is elég volt. A filmre ugyanis 18 millió jegyet váltottak a mozikban. Ha úgy tetszik, minden magyar ember kétszer megnézte. Summáját írom Eger várának, megszállásának, viadaljának. Nyilván önök is ismerik azt a fajta játékot, amelyben meg kell keresni hét apró különbséget két látszólag egyforma kép között. No, én ennek most a fordítottját ajánlom. Találjanak hét hasonlóságot a képek között. Ugye nem nagyon megy, pedig mindkét oldalon az Egri vár van, bal oldalon az eredeti, jobb oldalon pedig az áll. Az igazi Egri várban ugyanis nem lehetett leforgatni a filmet, mert már akkor is teljesen beépült a környezete. Felhúzták hát a mását, itt Pilisboros Jenőn. Így nézett ki, amikor elkészült. Az Áll Egri vár maradványaihoz az egyik főszereplővel, Benkő Péterrel mentünk el. Ám mielőtt mesélne az emlékeiről, lapozzunk bele az ifjúsági magazin egyik 50 éves lapszámába. Az Egri Csillagokat annyira közönségfilmnek szánták, hogy még a szereplők kiválasztásánál is kikérték a nézők véleményét. Az ifjúsági magazin cikkének fotóján Várkonyi Zoltán kér segítséget a szereplőválogatásban. Pár nap alatt több tízezer levelező lap érkezett a szerkesztőségbe. Az elsőprő többség Vencel Verát és Kovács István szerette volna látni a film szerelmes párjaként. Vélhetően azért, mert látták őket egy évvel korábban a Kárpáti Zoltánban, hasonló szerepben. A két színész máig jó barátságban van bár, és itt egy legendát el kell oszlatnom, sosem jártak együtt, és nem voltak házasok sem, ahogyan akkoriban azt sokan hitték. Éppen 50 éve kezdték a felkészülést a nagy szerepre. Egy éven keresztül jártunk lovagolni, vívni, mindent, ami táncolt, mert hogy ugye belekerült az a jelenet, ahol a tánc van, ami nem volt eredetileg a regényben. Kihoztak egy lovat, azt mondták, hogy Kovács István, ez a ló, ismerkedjenek meg. Ez így történt, és mondtam, jó, de hát hogy kell megismerkedni ezzel a lóval? De így indult, hogy fogalma, nem? Első pillanatban ledobott a ló. Az első három percben, és akkor oroszlán volt a tanárunk, és azt mondta, azonnal ülj vissza, mert ha most nem ülsz vissza, soha többé nem mersz majd ráülni. Várkony az nem volt kimondottan sportember. Ő mindig messze állt a lovaktól, jaj, ne kelljen közel menni. És emlékszem, egy forgatási szünetben én mentem a lovammal, foglalkoztam, barátkoztam, és a Várkonyi ment el, nem tudom, operatőrrel, többen mentek, és közel volt az, nézd meg, nyal a lónak. Várkonyi Zoltán talán maga sem hitte, hogy minden idők legnézettebb magyar filmjét rendezi meg. Az akkor még nagyon fiatal színészek csodálattal néztek a rendezőre, még úgy is, hogy az nem kímélte őket. Persze ezt már a szereplőválogatásnál megmondta, sőt az újságban le is nyilatkozta. Ez a forgatás katonás feladat lesz. Nem csak azért, mert végvári hősöket kell életre kelteni, hanem azért is, mert követelmény a vívás, lovaglás, és ha úgy hozza a helyzet, úszni vagy éppen falat mászni is kell. A legszükségesebb tőmondatokat mondta, annál többet nem, de azt pontosan tudta, akit ő instruált ezzel egy mondatával, hogy az mit jelent, az hogy kell értelmezni, hogy kell megcsinálni. Van egy pasi, aki egy zöld lóden kabátba rohan, piros sál lobog mögötte, és állandóan megy, mint a motoregér. Vencel Vera még főiskolás volt a forgatás idején, de Várkonyi már jól ismerte, sőt, a színésznő jelölt felvételi vizsgáján is ott volt. Az udvar felé mentem ki, kinyílt az ajtó, bejött egy fény, és ott állt egy ember, és fölülről így megnézett.
Ő volt Várkonyi Zoltán, és attól kezdve minden vizsgára bejött. Az egri csillagokban Benkő Péter volt Török Jancsi. Azt mondja, hogy amikor először kijöttek a frissen elkészült várhoz, megdöbbentek a látványon. Szerinte az úgynevezett háttéremberek fantasztikusat alkottak. Építészek, berendezők, kellékesek, művészek voltak. Zöme fantasztikus művész volt. És hát, hogy nézd meg, ezek úgy vannak összerakva, ezek a kövek, mint a korabeli vár kövei. A várral szemben volt a török sereg tábora. Ma már nem lehetne, mert mindent benőtt az erdő. Benkő Péter úgy emlékszik, hogy volt vagy 1000 sátor, mindegyik színesre mázolva. Itt állok, nézem a szemközti völgyet, csoda, és ott egy pasi, a sátrak között megy egy vödör festékkel, és úgy még húz rajta egyet a sátron, meg itt fest egy karikát, meg minden. De még a forgatás még jó messze kezdődött. Lemegyek, ezt megnézem, mit csinál ez az ember. Oda mentem, megszólítottam, mondom, szervusz, Benkő Péter vagyok, köszönöm, Szász Endre. Mert hogy a film látványterveit a világhírű grafikus készítette. Ezek szerint nem csak a festőműhelyében, hanem a terepen is. De nem csak a háttéremberek voltak az akkori idők legjobbjai, hanem a színészek is. Még azok is, akik csak nyúlfarknyi szerepet kaptak. Zente Ferenc, Márkus László, vagy éppen Bánhidi László egyaránt a kor ünnepelt művészei voltak, de az egri csillagokban beérték epizód szerepekkel. Ahogyan az akkori feltörekvő fiatalok, Kern András és Bújtor István is. A török katonák között állítólag a kor szexszimbóluma Pécsi Ildikó volt a legnépszerűbb. Rendkívül jó nézett ki, és nagyon szexi volt. Szóval a katonák azok rajta felejtették a szemüket az ostrom közepén, úgyhogy ez így volt, valóban így volt. A csata jelenetekhez a hadsereg adott kölcsön 5000 kis katonát. Állítólag egy üveg sör volt a gázsiuk naponta, amiért egy halom dolgot meg kellett tanulniuk, például törökül imádkozni. A feladat nem volt könnyű, derül ki a következő néhány másodpercből. Kedves eltársak, imához kétszer csináljuk, ne emelkedj föl ott. Jó lehet látni minden mozdulatot, ne mozogjanak eltársak, hát elrontják felvételt. Akik abban a rendszerben voltak katonák, jól tudják, hogy ha valahol nem szerették az imádkozókat, az a sereg volt. Mint ahogyan nem nagyon passzoltak egymáshoz az elvtárs és az ima szavak sem. Kedves eltársak, imához! Itt kell eloszlatnom egy másik közismert legendát is. Nem volt karórás török az ostromnál. A filmben legalábbis biztosan nem. A forgatás közben készült fotókon viszont én is találtam dohányzó törököt, rádiót hallgató törököt, sőt fényképező törököt is. Egyébként katonai bakancsban, ismertem nevén Surranóban létrára mászó török van a filmben. Keressék ki, nekem nem volt hozzá türelmem. Itt a baloldali része nem kőből volt, hanem az építészek gipszből meg vászonból csinálták a többi falat, mert arra már olyan nagy szükség nem volt. És valami puffancs folytán, vagy mi a franc folytán, meggyulladt az egyik vászon, vagy fenyő gerenda, és bizony, barátaim, itt a nagy szélben, és ugye erre a helyre tűzoltókocsikat nem tudtak kihozni, volt egy tűzoltókocsi, vagy mit tudom én, állítólag abban se volt víz. Így azután a vár jobb oldala leégett. Várkonyi Zoltán nem jött zavarba, azonnal az égő romok elé küldte Sinkovics Imrét azzal, hogy neki mindegy, hogy mit, csak csináljon valamit, egy operatőr megvegye fel. A film egyik legmegrázóbb jelenete lett a dologból, hiszen Sinkovics azonnal átlényegült pihenő színészből megrendült dobóba. Emlékszem, hogy gyermekkoromban, amikor egri csillagosat játszottunk, milyen sokan akartak jumurdzsákok lenni. Ezek szerint Bárdi György jól alakította a gonosz törököt. Amúgy ő maga is élvezte ezt a szerepet, derül ki a Szabadföld korabeli interjújából. Egyértelműen gyűlöletes figura, vagyis nagyon jó figura. Persze Bornemisszát jobban szeretik, de az ő hősiességük csak akkor fénylik igazán, ha jumurdzsák valóban gyűlölhető. Jumurdzsák a filmben megverekszik Vicuskával. A jelenetet Várkonyi egyszer sem próbáltatta el a felvétel előtt a színészekkel, meg is magyarázta nekik, hogy miért nem. Nem akarja, hogy kiszámított legyen, hogy te ezt csinálod, és akkor te azt csinálod majd rá. Vállaljuk-e azt, hogy egymásnak ugrunk? És akkor... mondtuk, hogy jó. Várkonyinak igaza volt.
elég volt egyszer felvenni a jelenetet. Akkor 9000 forintot kaptam azóta gázsi, 2x900-re, de ez is kiemelt gázsi volt, de várok, hogy én vélhetően ez a saját gondom hiúság, vagy az ő főszereplői nem lehet olyan keveset, mert annak is megvolt a kategorizálása. A főiskola után 4000 forint volt a gázsi. Ha valaki főiskolás elvégezve egy főszerepet játszott, azért kapott 4000 forintot, kész. A Kárpáti Zoltánnál azért 6-ot kaptam, ezért meg 9-et. Tehát ez egy kiemelt gázsi volt nyilván akkor. Ebből a 2x9000 forintból Kovács István a nagyapja tanácsára autónyeremény betétkönyveket vett, mint ahogyan később is sűrűn. Összesen 21 jött össze. Neki nagyon bejött a befektetésnek ez a formája. Kérdésem, hány autót nyertem ez alatt? Tessék? 5-öt. 5 autót? Nem csalás, nem amelyetás. 5 autót nyertem ezzel a 20-21 betétkönyvvel. De nem csak pénzt nyert, hanem rengeteg női szívet is. Összesen 27000 szerelmes levelet kapott. Egyedül persze nem tudott mindre válaszolni, így a lánytestvérei írtak a nevében a rajongóknak. Az Egri csillagok forgatása közügy volt, amit az is igazol, hogy a sajtóban rengeteget írtak róla. A fővárosi Szabó Ervin könyvtárban egy fél napot kutattam, és egy halom érdekességre bukkantam. Például arra a Sinkovics interjúra, amelyben arra a kérdésre válaszolt a színész, hogy milyen fajta dobót alakított. Nem a legendás dobót akartam megformálni, hanem azt a férfit, azt a töprengő katonát, akit csak a körülmények tettek hőssé. Dobó nem tudja, hogy hős, csak a szendű élteti. De az is kiderült, hogy a filmben feltűnő tevék itt maradhattak Magyarországon a forgatás után. Az Egri csillagok forgatásán résztvevő tevékből 3-at a budapesti állatkert átvett. Az állatok már el is foglalták a szállásukat. Felhívtam Hanga Zoltánt, az állatkert szóvivőjét, aki elmondta, hogy ezek a tevék valóságos dinasztiát alapítottak az állatkertben. Unokáik, sőt dédunokáik is születtek náluk. A legtöbbet amúgy, és ez gondolom érthető, a Filmszínház muzsikában írtak a forgatásról. Sajnos a vonatkozó címlapképet nem tudom önöknek megmutatni, mert egy Egri csillagok rajongó már hazavitte a könyvtári példány ezen oldalát, ami persze nagyon csúnya dolog volt tőle. Az Egri csillagok költségvetését eredetileg 19 milliónak szánták, amely aztán 45 milliósra duzzadt. Megkértem egy matematikust, hogy számítsa át nekünk ezt mai forintra, ő az akkori és a mostani átlag fizetéseket vette alapul, és azért ki neki, hogy valahol 5 és 6 milliárd forint között volt ez. Ma ennek a töredékéből készülnek a magyar filmek, így azután nyugodtan mondhatjuk, hogy az Egri csillagoknál volt minden, pénz, paripa és fegyver. A Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. Zseldési Zoltán itt van a stúdióban, Zoli, engem meglepett, tényleg nem volt karórás török a filmben? Verkfotókon volt, a filmben nem került bele karórás török. Milyen érdekes, ez urbánus legenda, és mindenki, aki a filmről beszél, az egyből mondja, de volt benne egy falramászó karórás. De surranós török tényleg volt benne. Az volt. Tehát akinek a létrán látszott a katonai bakancsolában. Mert hogy fogadta a korabeli kritika? Látom, hogy ott böngésztél sokat a nagyon jó volt ott a könyvtárban, igen. Képzeld el, hogy fanyalgott, ezt imádok, tehát ott bújni. Fanyalgott a kritika, tehát azt mondták, hogy nem jó film, hogy hosszú, hogy nem azt hozták a színészek, amit kellett volna. És azt mondta egyébként Kovács István, csak ez nem került bele a riportba, hogy általában azok fanyalogtak, akik ilyen 150 ezres nézettségű mozikat tudtak csinálni, ez meg ugye 18 milliós volt. Az első héten elképesztő. Túl volt az 1 millión, az első héten. Első héten. Az valami első fantasztikus. Különben mondjuk már el, szerintem sokan el szeretnének most menni kirándulni az Ál Egri várhoz. Az Üröm után van, Pirisboros Jenő előtt, sokat kell sétálni. Ugye? Tehát nem lehet autóval odáig elmenni. Hogyha Üröm felől mész, akkor Pilisboros Jenő után van egy parkolót, le kell tenni az autót, és egy könnyed 3,5 kilométeres séta. Nagyon jó. De mi séta, nem, nem kellett, hogy végig sétáljuk, mert a helyi vadász segített nekünk, amit ezúton is köszönök szépen neki. Levitte Benkő művész urat oda a várhoz. Nem vagyok nagy vadászatpárti, de ezek szerint nagyon rendes ott az Üröm vagy Pilisboros Jenői vadász.